sebb rekordokat, mi magunk sem ígérhetünk zöldpontosok, mind ahogy a rendezők sem készültek rekordokra. Ám van egy csapat, amelyik még nem is vízben, hanem fönn a levegőben készült egy rekordra az elmúlt napokban. Hogy milyen eredménnyel? Ez a most következő beszámolóban is kiderül. Szanda szőlős fölött, a levegőben 24-en kapaszkodtatok össze zuhanás közben. És akkor mi van? Miért olyan nagy siker ez? A levegőben úgyis össze találkoztok előbb-utóbb. Ez egy picit le van egyszerűsítve a kérdés. Az, hogy 24 ember kiugrik a repülőből, az még közel nem jelenti azt, hogy össze is tudnak találkozni, össze is tudnak kapaszkodni. Négy ember már eleve összekapaszkodva ugrott ki. Ez a négy fő képezte a körnek, illetve a rácsnak az alapját. És ezt a négy ember közelítette meg, illetve fogta meg egy bizonyos formába fölépítve a 24 ember, mire a 24. is kiugrik a repülőgép, mit tudom én, 200 méterre vagy 300 méterre odébb jár. Ezt a távolságot is be kell hozni, és a függőleges, mert ugye eltelik 3-4 másodperc, az alatt sok-sok méter zuhan az alap, és ezt is le kell küzdeni. Ezt a testhelyzetet megváltoztatásával, tulajdonképpen a közeg ellenállást kihasználva testhelyzet változtatással tudsz közlekedni a levegőben. 55 és 65 másodperc között van a szabad esőidő 4000 méterről. Ezt az alakzatot megtalálni, az alakzatba a helyedre pontosan bekötni. Ebben vannak nehézségek persze, hogyha a megelőző megbeszélésen rosszul szelektálják az embereket, például egy nehezebb ugró, egy gyorsabban zuhanó ugró kerül utolsó bekötőnek, ott már fennáll annak a veszélye, hogy úgymond elsüllyed az alakzat mellett. Hogy épül az alakzat, minél nagyobb a létszáma, úgy lassul szépen az alakzatnak a zuhanása, és hogyha valaki alkati sajátosságokból adódóan eleve gyorsabban zuhan, mint az alakzat, akkor tehetetlenül elzuhan mellette. Mi van akkor, ha valaki valamit rosszul csinál? Amikor megközelíti az alakzatot valaki, és van szemben látható sebességkülönbség közte és az alakzat között, de mégis rányúl, ráfog az alakzatra, akkor ezzel megbillenti az alakzatot, hát tulajdonképpen szétborítja az alakzatot. Hányszor próbálkoztatok azzal, hogy létrehozzátok ezt az alakzatot? 9-et ugrottunk együtt. Pénteken 3, illetve 2 csoportra osztódva gyakoroltunk, 11-es, 12-es, 13-as formációkat külön-külön építettünk föl, és aztán szombaton lett összevonva, és tulajdonképpen szombaton indult a folyamatos csúcskísérleti ugrás. Apró hibákat kellett korrigálni közben, egy-egy ugró rossz helyre volt betéve, gyorsabban zuhan, kisebb ruhát vett fel a kelleténél, ehhez azért kell egy párat együtt ugrani, hogy ez kiderüljön. Jelen esetben 25-en készültek neki az alakzatépítésnek, és 24 sikerült, tehát nem hivatalos a rekord, viszont Magyarországon még 24 ember nem volt összekapaszkodva a levegőbe. Nagy a lelkesedés, hisz...